Bajnokavatásra készült az ETL labdarúgó csapata vasárnap. A kékfehérek számára ugyanis már egy pont is elegendő volt a bajnoki címhez a Budafok ellen. Nem bízták a véletlenre a dolgot a kékfehérek. Barci szöglete után Grumics már a 20. percben megszerezte a vezetést. A meddégek ugyan Micsinai révén még egyenlítettek a 27. percben, de a félidő előtt nem sokkal Bedi kapufája után Bobál a hálóba bólintott. Így 2-1-es zalai vezetéssel vonulhattak az öltözőbe a csapatok. A második félidőt is góllal kezdte az Etem, alig telt el 2 perc, amikor Bobál tálat Gergény jeli, a védő pedig óriási gólt ragasztott a léc alá. Az 56. percben pedig végleg eldöntötte a mérkőzés sorsát a Zalaegerszeg. Bobál a leshatárról lépett ki, majd egy higgadt cselt követően a rövid sarokba lőtt. Az ETL magabiztosan 4-1-re nyerte a mérkőzést, és 7 év után bajnokként jutott vissza az élvonalba. A mérkőzésről bővebb összefoglalót a fél hétkor kezdődő Aréna sportmagazinban láthatnak, ahol a női kosarasok és tekézők sikereiről is beszámolunk.